A videó két témáról szól, a párbeszédek helyesírásáról és az idézés szabályairól. Az ember rengeteg párbeszéddel találkozik élete során, valószínűleg akár a mai napból is mindenki fel tud idézni különböző témájú beszélgetéseket, amelyekben aktívan részt vett, és sok olyat is, amelynek hallgatóként volt a tanúja. Itt pedig a párbeszédek írott formájáról lesz szó. Párbeszédek nagyon nagy számban fordulnak elő szép irodalmi művekben, például regényekben, novellákban, mesékben, és még sok más irodalmi műfajban. Ennek az az oka, hogy ezek a puszta leírásnál sokkal színesebbé, olvasmányosabbá, élőbbé teszik a szövegeket. A párbeszédes részek általában jól láthatóan elkülönülnek a szöveg többi részétől, a párbeszéd mondatait bevezető gondolatjelek miatt. A párbeszédekben az író tulajdonképpen idézi a szereplők szavait, de ennek jelzésére nem idézőjeleket használ, hanem a gondolatjeleket. Helyesírási szempontból fontos megjegyezni, hogy a gondolatjelek után mindig szóközt kell tenni. A párbeszédek helyesírását befolyásolja az idézés formája, vagyis hogy kísérje idéző mondat vagy nem. Ha van idéző mondat, az állhat az idézet előtt, után, vagy megszakíthatja azt. Ezeket fogjuk áttekinteni a következőkben. Abban az esetben, ha nincs idéző mondat, a párbeszéd mondatait megszólalásonként új sorban kezdjük. A beszélő szavai előtt gondolatjel van, a gondolatjel után szóköz, majd a mondat első szava nagybetűvel kezdődik, és a megfelelő írás jellel, kérdőjellel, ponttal vagy felkiáltó jellel zárul. Ha van idéző mondat, és az megelőzi a szereplő szavait, ahogy az első példa mutatja, akkor a megszólalás elé gondolatjelet teszünk, utána viszont nem. A gondolatjel után itt is nagybetűvel kezdődik a mondat, a végére pedig ki kell tenni a megfelelő írásjelet. A második példában az idéző mondat a szereplő szavai után áll. Ebben az esetben nem csak a párbeszéd elején van gondolatjel, hanem a szereplő szavai után is. Ilyenkor nem kell új sort kezdeni, a mondat folytatódik tovább kisbetűvel. Fontos megjegyezni, hogyha a párbeszédes mondat, tehát a szereplő megszólalása kijelentő, akkor a pontot csak a mondat legvégére, az idéző mondat után tesszük ki, ahogy a példa első mondata is mutatja. Viszont, hogyha a párbeszédben kérdő, felszólító, felkiáltó vagy óhajtó mondat szerepel, akkor ki kell tenni közvetlenül a megszólalás után a kérdő vagy a felkiáltó jelet. Ezt látjuk a példa második mondatában. Ennek ellenére itt is kisbetűvel csatoljuk az író idéző mondatát, és annak a végére is kitesszük a tagmondatnak megfelelő írásjelet. Az idéző mondat megszakítja a szereplő szavait, mint a harmadik példában, akkor a közbeékelt mondat előtt és után is gondolatjelet írunk. Az első gondolatjel után, a kékkel kiemelt részben, ugyanúgy nagybetűvel kezdődik a párbeszéd, mint az eddigi példákban, és ennek a mondatnak a végére sem tesszük ki a pontot, csak a kérdőjelet vagy a felkiáltójelet. Az ezt követő idéző mondatra, tehát a narancssárgával kiemelt részre ugyanazok a szabályok érvényesek, amit a második példában is láttunk, vagyis gondolatjellel kapcsoljuk az előző mondathoz, kisbetűvel kezdjük, és a végére mindig kitesszük a megfelelő írásjelet. Az újdonság ebben a példában, hogy ezután újabb gondolatjelet teszünk, és folytatódik tovább a párbeszédes rész, ezt már nagybetűvel kezdjük, és írásjellel zárjuk. A mondat vége ilyenkor ugyanaz a szereplőhöz tartozik, akinek a szavaival kezdődött a mondat. Összefoglalva a legfontosabb dolgok, amikre figyelni kell, hogyha az idézett mondat rész után még folytatódik a mondat, akkor a pontot nem kell kitenni, a kérdőjelet vagy a felkiáltójelet viszont mindig. Ha az idéző mondat az idézet után áll, azt gondolatjellel kapcsoljuk, kisbetűvel kezdjük, és a végére mindig kitesszük a pontot is. Most pedig térjük át az idézésekre. Ha valakinek a szavait szóban vagy írásban megismételjük, idézünk. A szó szerinti idézetet írásban mindig idézőjelek közé tesszük. A szabályos idézetben az idézőjelet a mondat elején alul, a mondat végén pedig felül tesszük ki,
nyomtatásban és kézírásban is. Kétféle idézési lehetőség van, az egyenes és a függő idézet. Az egyenes idézet egy idéző mondatból és egy idézetből áll. Ahogy a párbeszédeknél láttuk, itt is háromféle lehetőség van, az idéző mondat megelőzheti, követheti, vagy megszakíthatja az idézetet. Az első esetben az idézetet bevezető mondat után kettős pontot teszünk, majd az első idézőjel után általában nagybetűvel kezdjük az idézetet. Ha a második példa szerint az idéző mondat az idézet után áll, az gondolatjellel kapcsoljuk, és kisbetűvel kezdjük. Ilyenkor az idézeten belül csak a felkiáltójelet vagy a kérdőjelet tesszük ki, a pontot nem. Ugyanazok a szabályok érvényesek tehát, mint a hasonló elrendezésű párbeszédeknél, csak a mondatkezdő gondolatjel helyett itt idézőjelbe tesszük a mondatot. A harmadik esetben az idézetbe ékelődő idéző mondat előtt és mögött is egy-egy gondolatjel van. Az idéző mondatot kisbetűvel kezdjük, és a harmadik gondolatjel után az idézetet is kisbetűvel folytatjuk. Írásjelet ilyenkor csak a mondat végére kell kitenni, idézőjelet pedig az idézet elejére és a legvégére a szövegzáró írásjel után. Az egyenes idézetet átalakíthatjuk függő idézetté, vagyis tárgyi mellékmondatté. Ebben az esetben az idéző mondatból főmondat lesz, és ez fogja meghatározni a mondat végi írásjelet. A függő idézetben a mondatba bekerül a hogy kötőszó, és megváltozik a mutató névmás is, közelre mutatóból távolra mutató lesz, vagyis ezt helyett azt. Ha egyenes idézeteket használunk, akkor egy színes, mozgalmas leírást kapunk, ezért is szerepel olyan sok egyenes idézet regényekben és elbeszélésekben. Ha tárgyilagos leírás vagy a tartalom ismertetése a célunk, akkor viszont függő idézeteket kell választanunk. Kiegészítésképpen még néhány tudnivaló az idézetekről. Ha az idézet szövegben nem egy az egyben veszük át az eredetit, hanem kihagyunk belőle mondatokat vagy mondatrészeket, akkor a kihagyott rész szögletes zárójelben három ponttal jelölhetjük. Fontos arra odafigyelni, hogy a kihagyás nem változtathatja meg a mondat értelmét. Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség, akkor a hegyével befelé forduló jelpárt kell használnunk az idézeten belül idézet jelzésére. Ha verseket, dalszövegeket szeretnénk idézni, akkor két lehetőségünk van. Vagy minden versort új sorba írunk, ahogy az alsó példa is mutatja, ebben az esetben nincsen szükség idézőjelekre, viszont általában középre zárással különítik el a szöveg többi részétől. Figyelni kell arra, hogy a versorok kezdőbetűi megmaradnak az eredeti szerint nagy vagy kis kezdőbetűvel. A másik lehetőséget, amit az első példában látunk, általában a három sornál rövidebb idézetek esetén választják. Ilyenkor a versorok eredeti tagolását ferde vonallal jelöljük a szövegben, és emellett ugyanúgy megtartjuk az eredetinek megfelelően a nagy vagy kis kezdőbetűket. Függetlenül attól, hogy mit idézünk és kitől, az idézetek forrását mindig meg kell jelölni. Nem szó szerinti idézetek esetében is fontos, hogy utaljunk arra, hogy honnan származik a gondolat. Ha jól választjuk meg az idézeteket, és saját gondolatokkal kapcsoljuk össze őket, akkor egyáltalán nem kisebbíti az érdemeinket, hogy ne minden gondolat a mi fejünkből pattant ki, sőt, az inkább alátámasztja az adott témában való jártasságunkat.